Az angyalok ezt mondták nékik, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadott, amint előre megmondta nektek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács írása szerinti evangélium 24. részének 13-tól 35-ig terjedő verseiben. A Lukács evangélium a 24. részének 13. és következő verseiben ezt az igét olvashatjuk. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtól 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. Ezek azokról az eseményekről beszélgettek egymással, amelyek történtek. És miközben beszélgettek és kérdezgették egymást, maga Jézus is odategődött hozzájuk, és együtt ment velük. Látásukat azonban, mintha valami akadályozta volna, nem ismerték meg őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Azok így válaszoltak. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik hajnalban ott voltak a sírnál, de nem találták ott a testét. És azt beszélték, hogy angyalok megjelenését is látták, akik azt hirdették, hogy él. El is mentek néhányan a velünk lévők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És mikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? És még abban az órában útra keltek, visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket, azok elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyér megtöréséről. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán és megtartásán. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, dicsőítünk téged azért, mert nem hagytad a te egyszülött fiadat a sírban, és miután engedted, hogy magát annyira megalázza, hogy a mi nyomorult sorsunk minden részletében részestársunk legyen a halálban és a kárhozatban is, nem engedted, hogy az ő teste rothadást lásson, hanem feltámasztottad a halálból. Dicsőítünk téged, Jézus Krisztus, a Golgota keresztjéért és húsvéti üres sírodért. Áldunk azért, hogy mindazoknak, akik hajlandóak hinni neked és benned, nyilvánvalóvá tetted hatalmadat. Áldunk téged, mint akinél vannak
a halálnak és az életnek, a pokolnak és a mennynek a kulcsai. Dicsőítünk téged, mert néked adatot valóban minden hatalom, menjen és földön. Úrunk, mi olyan erőtlen, nyomorult kiszolgáltatottjai vagyunk sok idegen erőnek. Olyan sok félelem van bennünk, csőttől, megszégyenüléstől, kudarcoktól, vereségektől, betegségtől, szenvedéstől, haláltól. Annyira meg tud gyötörni minket az elmúlásnak, az elválásnak a gondolata. Olyan sötét félelmeket kelt bennünk a kárhozatnak a valósága. Kérünk téged, feltámadott Krisztusunk, hogy te magad állj meg itt most a középen közöttünk, mint az első húsvétkor tanítványait körében. Te magad mondd és add nekünk a te békességedet, és köszönts minket most úgy, hogy békesség néktek. És mint ennek a két Emmausinak, magyarázd most nekünk az írásokat. És kérünk, hogy a te írás magyarázatod támaszton hitet a szívünkben, ami kétkedő, kétségeskedő, okoskodó, hitetlenkedő, mégis hinni vágyó szívünkben. És kérünk, hogy nyisd meg a mi szemünket, hogy lássunk. Lássunk mindenek előtt téged. A te dicsőségedben, feltámadott, uralkodó hatalmadban. És az, hogy felismerjünk téged, mint ahogy ővelük történt. Kérünk, Urunk, hogy semmiképpen ne csak emberi szó hangozzék itt, ne rólad legyen szó, hanem te magad, szólíts meg minket. Köszönjük, hogy ez lehetséges, mert megígérted, és olyan sokszor meg is tetted már. Így várjuk a te szavadat. Hitet teremtő, vígasztalást adó, világosságot támasztó, életet ajándékozó szavadat. Azt a szót, amelyikre a halott ma is feltámad. A lelki halálból mi is feltámadhatunk. Így szólíts meg minket, kérünk. Amen. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Amen. Jézus Krisztus, mi ugyanolyan balgák és resztívűek vagyunk, mint ez a két Emmausi tanítványod, akiknek a példáját most kedvesen elénk tártad. Mi is csak akkor tudunk hinni benned, hogyha te megnyitod a mi szemünket, hogy lássunk. Hogyha megnyitod a mi bezárt értelmünket, hogy fölragyogjon előttünk az írásnak az értelme. Kérünk, hogy ezt a csodát cselekedd meg most. Amen. Isten igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével a húsvéti evangéliumot hirdetem néktek, hírva található a Lukács írása szerinti evangélium 24. részének 31. versében eképpen. Erre megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ebből a szép húsvéti történetből két kérdésre keressünk most választ. Mi történt akkor, amikor megnyílt a szemük és felismerték Jézust? És ha ez ma is megeshet, mi a feltétele annak, hogy nekünk is megnyíljék a szemünk és felismerjük őt? Mit jelent tehát ez, hogy megnyílt, sőt, az ősi szövegben szenvedő ige alak van, megnyittatott a szemük és felismerték Jézust? Talán akkor értjük ezt meg a legszemléletesebben, hogyha összehasonlítjuk a történet kezdőképét és a befejezőképet. A történet elején két szomorú férfi ballak haza Jeruzsálemből az első húsvét napján. Nagyon leveltek, fáradtak, csüggettek. Pedig nagy reménységgel jöttek föl falujukból a Szentvárosba a nagy ünnepre. Talán még Jézus virágvasárnapi bevonulását is látták, ha nem, nyilván hallották a hírét, és ez is megerősítette bennük azt a várakozást, hogy mégiscsak ő lesz az, aki segít majd megnyomorított, elnyomott kis népükön. Ezért figyeltek minden Jézusról szóló hírre. Annál nagyobb volt a csodálkozásuk, amikor pénteken saját szemükkel látták, hogy a római katonák korbácsától összeroncsolt Jézus keresztjének gerendáját cipeli ki a vesztőhelyre. Hát lehetséges ez? Megölik azt,
aki csak jót tett mindenkivel, keresztre feszítik a messiást. Egyáltalán lehet a messiást keresztre feszíteni? Ő lenne az? Vagy talán mégis más a szabadító? Az Isten fölkentjével nem lehet ilyet tenni. Pedig mi azt reméltük, mondják hazafelé, hogy ő az, aki megváltja Izraelt. A szombatot még ott töltötték, aztán vasárnap reggel indulnak haza. Aznap kora reggel azonban azt hallották, hogy az asszonyok üresen találták Jézus sírját. Erről maguk is meg akarnak győződni, kimennek, s látják, hogy valóban üres a sír. Ez még inkább elcsüggeszti őket. Holtában sem hagyják nyugodni Jézust. Ilyen gonosz lesz a világ. És ezzel a keserűséggel a szívükben indulnak haza. A múltat nem értik, a jövőt nem látják, és úgy érzik, a jelennek így nem sok értelme van. Reménytelenül, erőtlenül, fáradtan ballagnak, húzni fogják tovább is az igát, mit csináljanak, de így még sokkal nehezebb lett. Az emberek gonoszok, Jézusban csalódtak, és úgy látszik, Isten is elfeledkezett már az ő népéről. Ez volt délután. És mi történt este? Este, amikor már besötétedett, ugyanez a két ember sietős léptekkel, boldog mosollyal igyekszik vissza Jeruzsálembe, tele örömmel, bizonyossággal, lendülettel, erővel és mondani valóval. Feltámadott az Úr. Krisztus valóban él. Találkoztunk vele. Beszélt velünk az úton. Ott ült az asztalunknál. Örvendezzünk, vígadjunk. Krisztus lett a vígasztunk. Halleluja. A fák az úton ugyanazok, mint voltak. A nép vezetői azok maradtak, akik addig voltak. Csak ők változtak meg mindenestül. Egészen új szívvel mennek már vissza. Mi történt? Találkoztak a feltámadottal, és megnyílt a szemük, és felismerték őt. És így már értik a múltat. Hiszen csak azok következtek be, amiket a proféták megjövendőltek. Mindez ő róla volt megírva, és ő engedelmesen, szó szerint beteljesítette az írást. És amikor kilehelte lelkét a kereszten, és azt mondta, hogy elvégeztetett, akkor lezárult egy rettenetes, szomorú korszak, és az emberiségnek és a világ mindenségnek új korszaka nyílott meg. Mert közben megértették azokat az írásokat, amik róla szóltak. Nem kell már félni semmitől és senkitől, Isten haragjától sem. Paradicsomnak kapuját nékünk megnyitotta. Értik a múltat, s látják a jövőt. Örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Krisztus él, és ez azt jelenti, hogy legyőzte a halált annak mindenféle értelmében és összefüggésében, és akik őhozzá csatlakoznak, életet ad nekik itt, és életet a meghalás után is. A legfontosabb feladat tehát életközösségre jutni a feltámadott Krisztussal. És így már van értelme a jelennek is. Küldetést kaptak. Világos a feladatuk. Egészen világos, hogy mi végre vagyunk-e világon. Vinni a jó hírt, sőt, vinni a feltámadott Krisztust másoknak, akik erről mit se tudnak, akik balgák és resztívűek, ki úgy vélekedik róla, meg az ő feltámadásáról, ki a száját húzza, ki gúnyosan nevet, ki azt mondja, bárcsak úgy lenne, de a mi vélekedésünk nem változtat a tényen, hogy ő feltámadott és él, és hogy nélküle mindenki elpusztul, aki ő benne hisz, az életet kap. Ezt kell mondani. Ha kinevetnek miatta, akkor is.
és az életünk legyen eleven illusztrációja ennek az evangéliumnak. Odaállni mások mellé, könnyet törölni, vigasztalni, bátorítani, az élet igazi értékeire felhívni az elvakult, hitványságokat hajszoló ember figyelmét, megtanítani élni, egyáltalán az élet jó illatát árasztani ebben a bűzhöd, bűnös, halálra szánt világban. Ez a küldetés, és ennek van értelme. És amíg a mi küldőnket végeztetni akarja velünk, van értelme az életünknek. Mihely befejeztük a küldetést, boldogan megyünk haza őhozzá. Megnyílt a szemük, és értik a múltat. Jézus értünk halt meg. Megnyílt a szemük, és felragyog a jövő. Jézus életet adott nekünk, és ezen az életen a biológiai halálnak sincs hatalma. Megnyílt a szemük, és látják a küldetést, a jelenben elkészített feladatokat. Ezt a Jézust kell vinnünk, és őt vihetjük másokhoz. A kezdőkép és a befejezőkép, és közben a nagy változás, amikor megnyílt a szemük, és felismerték őt. Attól tartok, testvérek, hogy sokunknak ismerős a két emmausi férfi húsvét reggeli hangulata. Hiszen hogyan is lehetne másként, amikor minden reggel ugyanakkor megszólal az ébresztő óra, minden nap ugyanazok a nehézségek ismétlődnek, minden délután ugyanolyan elnyűtten érkezünk haza, minden este ugyanazzal bosszantanak az otthoniak, és mi is naponta ugyanazokat a hibákat követjük el, és egyszer mindannyiunk homokóráján ugyanúgy leperegnek a szemek. Van ennek az egésznek értelme? Mi ennek a célja? És közben a szív mélyén sok csalódás, sebek, már soha meg nem valósítható tervek, csöndesen vagy lázadva hordozott fájdalmak. Lehet ezen változtatni? És ha igen, hogyan? Amíg valakinek nem nyílik meg a szeme, és nem ragyog föl előtte Krisztus, addig menthetetlenül ezt éli át különféle változatokban. Amikor azonban megnyílik egy ember szeme a feltámadott Krisztus közelében, kitágul a horizont, látja a láthatatlanokat is, végre a valóságon tud tájékozódni, addig a valóságnak csak egy kicsit öredékén, túllát a láthatókon, megélti az eseményeket, fölismeri mögöttük a hatalmasan kormányzó Istent. Vaksi szeme megnyílik, és meglátja mindenben az Isten szeretetét, addig hiába magyarázzák neki. Meglátja azt a Krisztust, akinek adatott minden hatalom menjen és földön. Elfogadja önmagát, a körülményeit, a többieket. Megpillantja a küldetését, ami ennél sokkal több, a küldőjét. Oda fegődik Jézus nyomába, és soha el nem marad többé tőle. És átéli azt, hogy Jézus milyen hűséges. Elkísér minket mindenüvé, ahova az ő küldetésében megyünk. Velünk marad halálunk óráján, és velünk egy örökké valóságon át. Soha többé nem leszünk egyedül. Mindig a vele való közösségben. Mit jelent felismerni őt? Pontosan ezt. Vele ilyen valóságos, folyamatos, egyre szorosabbá és meghittebbé váló közösségre jutni a hitáltal. Megismerni a Biblia nyelvén egyáltalán nem csupán értelmi tevékenység, nem valamiféle intellektuális teljesítmény, hanem életközösség. A házastársi közösséget is ezzel a szóval fejezi ki a Biblia. Ismerte Ádám az ő feleségét, Évát, és azt szülte neki Ábelt. Megismerni Jézust azt jelenti, hogy vele teljes életközösségre jutni. Vele egészen azonosulni. Mindenben egyé válni. Ahova ő megy, oda megyek én is. Ahova ő nem megy, oda nem megyek én sem. Egy lesz az akaratunk,
az ő öröme lesz az én örömöm, mindig, mindenben együtt. Akinek megnyílik a szeme, az ilyen közösségre jut vele. És akinek így megnyílik a szeme, az meglátja azt is, amit az emmausiak, hogy a világ minden hitetlensége, mekkora ostobaság az ő feltámadásának a fényében, hogy a Jézus elleni minden mesterkedés, hogy meghiúsul az ő hatalmán, hogy íme valóság lett az is, amit ők nem hittek, hogy feltámadott, hogy Jézus él, vele számolni kell, és őre jár számítani lehet. Pedig addig csak azt hitték, hogy egy próféta. Most, hogy megnyílt a szemük, és felismerték őt, látják, hogy Isten fia. Addig a rokonszenves írás magyarázó. Most ő maga az ige. Istennek minden ígérete benne lett igenné és ámenné. Addig tájékozatlan jövevény, akit ki kell oktatni, hogy mi történt Jeruzsálemben. Most kitűnik, hogy ő a világ gazdája és ura. Egyedül ő tud mindent. És nélküle mindent hamisan értékelik. Addig Jézus múlt volt a számukra. Most kézzel fogható jelen. Addig szomorú emlék, amit föl lehet idézni. Most boldog valóság. Addig egy adat a történelemből. Most élő személy, akivel együtt lehet járni. Addig siratták, most, hogy megnyílt a szemük és fölismerték, hirdetik. Ezt jelenti, ez a csoda. Hogy Jézus valakinek megnyitja a szemét, és fölismeri őt. Azt jelenti, hogy megváltozik az életének az iránya. Olyan sokat mondó szemléletesek, hogy mentek Jeruzsálemből vissza Emmausba, és miután megnyittatott a szemük, és fölismerték őt, hátra alt, és mennek vissza Jeruzsálembe. 180 fokos fordulat az életben. Azt kérdezi ez az ige most tőlünk, milyen irányba halad a mi életünk? Hova mész te most? Jeruzsálemből Emmaus felé, csüggetten, fáradtan, levelten, vagy már Emmausból vissza Jeruzsálembe? Lendülettel, erővel, tartással, örömmel, mondani valóval. Jézus megígérte, hogy minden alkalommal, ahol az ő igéje hangzik, megtörténhet a csoda, hogy valakinek megnyílik a szeme és felismeri őt. Bármelyikünk úgy mehet haza innen, hogy megfordult az élete. S többé nem Jeruzsálemből Emmausba, hanem már visszafelé. Egyre közelebb ő hozzá halad. Testvérek, az élet legnagyobb ajándéka az, amikor valakinek így megnyílik a szeme és fölismeri őt. Mert lehet valakinek egészsége, ereje, gazdagsága, sikerei, de ha ez az ajándék hiányzik az életéből, még mindig boldogtalan, és egyenesen a kárhozatba torkollik halasznyi léte. Aki viszont már találkozott vele, és aki együtt él a feltámadott Krisztussal, az ó, de sokszor lehet látni, betegen is boldog, szegényen is elégedett, egyedül sem magányos, szenvedve is hálás, és bizonyos abban, hogy él, és örök élete van. Éppen ezért a második kérdésünk az, hogy hogyan lehet eljutni arra, hogy ez az ajándék a miénk legyen. A kérdésben benne van a válasz. Egy ajándék úgy lehet a miénk, ha elfogadjuk. Ez az ajándék is úgy lehet a miénk, ha elfogadjuk. Különös, hogy ebből a történetből nem tűnik ki, hogy miről ismerték fel Jézust ezek a tanítványok. A hitnek a születése mindig titok. A hit Isten teremtő munkájának a gyümölcse, aminek a létrejöttét nem figyelhetjük meg, csak a megszületését konstatálhatjuk. A meglétét
állapíthatjuk meg. Így születik az ő hitük is. Ajándék. De kié lehet ez az ajándék? Valahogy úgy van ez, mint a nagy felfedezésekkel. Minden igazán nagy felfedezés, meglepetés, csoda, ajándék a felfedezőnek is. De azért általában azok szoktak felfedezőkké válni, akik keresnek, kutatnak, tanulnak, kísérleteznek, a kudarc után újra kezdik, éjt-nappallá tesznek, míg egyszer csak szemük, szájuk eláll, és ott van kezükben a nagy felismerés. Valahogy így adatik ez a felismerés is. Ebből az igéből négy olyan vonásukat olvashatjuk ki ezeknek a tanítványoknak, amit mindig jellemzik azokat, akik eljutnak erre a felismerésre. Annak a szeme nyittatik meg, és ismeri föl a feltámadott Krisztust, akinek nagyon fontos az ő személye. Ezek az emberek nem ismerték még valójában, hogy kicsoda Jézus. Azt mondják, hogy nagy próféta volt, eddig jutottak. És ez kedves felismerés, de nem felel meg a valóságnak. Isten fia volt. Nem ismerték még, de már nagyon fontos volt számukra Jézus. Minden, amit tett, minden, amit mondanak róla, minden, ami történt vele. Fájlalták az elvesztését. Inkább később indultak haza, de még meg akartak győződni arról, hogy csak ugyan üres-e a sírja. Minden érdekelte őket, ami Jézussal kapcsolatos volt. És azt olvassuk, hogy róla beszélgettek hazafelé is, mégpedig úgy, hogy kérdezgették egymást. Ez nagyon jellemző ám. Nem a nagyokosok minden tudásával értékelték az eseményeket, hanem a tudnivágyó alázatával. Szerették volna megérteni Jézus halálának az értelmét. És aki szeretné megérteni Jézus kereszt halálának az értelmét, az biztosan veheti, hogy előbb-utóbb megnyílik a szeme, és fölismeri őt. Akinek fontos Jézus személye. Hadd kérdezzem meg, hogy szoktatok ti őróla beszélgetni? Téma nálatok otthon Jézus. Egészen természetes az, hogy ha még nem értitek az ő kereszt halálának a titkát, akkor megkérdeztek olyanokat, akik hát, ha már értik. Vagy faggatjátok az írásokat. Ha soha nem téma Jézus, mikor nyittatna meg a szemünk? És mikor értenénk meg az ő titkát? Róla beszélgettek tehát, de, ahogy itt az ige mondja, maguk között. Jézus nélkül. És így nem sokkal megy az ember. Ezért volt döntő számukra a második lépés, amikor Jézus melléjük szegődött, és ő maga kezdte magyarázni nekik az írásokat, és a Szentírásból különösen az ő kereszt halálára és feltámadására vonatkozó részt. Jézus a keresztről beszél nekik. Nem furcsa? Nem valami csodával kápráztatja el őket, hogy essen már le a hályog a szemükről és ismerjék fel őt, hanem Bibliát magyaráz nekik. Azt olvastuk itt, Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. És itt ugyanaz a szó van, mint abban a mondatban, ahol azt olvastuk, hogy megnyittattak a szemeik. Megnyitotta előttük előbb az írásokat, aztán megnyíltak a szemeik. Előbb az írásnak kell megnyílnia előttünk, hogy megnyíljék a szemünk. Testvérek, eddig én még olyat nem láttam, hogy valaki hitetlenből hívővé vált volna, az élete megváltozott volna Biblia nélkül. Olyat se, hogy ige hirdetés nélkül. Valami módon eljutott, minden hitre jutott emberhez az evangélium, úgyhogy egy másik mondta. És ezen keresztül az élő Krisztus szólt bele az életébe. Nem gondoljátok, hogy a lelki öngyilkosság legbiztosabb formája az, amikor gőgös közönnyel félretesszük az ige alkalmakat, amikor annyi minden eléje tolakodhat, amikor majdhogy nem luxus, dekorum, dísz az életünkön, ha éppen ráérünk, ha éppen olyan idő van, ha éppen nincs fontosabb, mi lehet fontosabb, mint hogy a halálból az életre jussunk. Van ennél fontosabb? Ennek pedig egyetlen útja van, az, hogy ige hallgat, hirdetést hallgatni, és Bibliát olvasni. Előre meg lehet mondani, hogy aki nem veszi elő naponta a Bibliáját, úgy, mint az Isten igéjét,
és aki kihagyja az ige hirdetési alkalmakat, és csak nagy ritkán vagy sose hallgat, nem fog hitre jutni és elkárhozik. Vagy ha volt hite és utána követi el ezt a merényletet önmaga ellen, biztos, hogy erőtlenné válik, és előbb-utóbb elhal a hite. Szomorú példák sorozatát kell látnom erre, itt a gyülekezetben is, meg ismeretségi körben is. És ugyanakkor gyönyörű példák sorozatát láthatom, hogy mihelyt valaki csak ezt az egy jézusi mondatot komolyan veszi, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik, kivirágzik az élete, mint amikor a lankat virágot megöntözik és kiegyenesedik, újra él, virul, és még másokat is táplál. Nincs más táplálék a lelki életnek, csak az Isten igéje. Az Isten igéje ma is olyan teremtő hatalom, mint a világ mindenség hajnalán volt, amikor azt mondta, hogy legyen, és erre előállt a mindenség. Isten így szól bele a mi életünkbe, ha te elmész előle, ha téged nem érdekel, hogy az Isten mit mond, biztos, hogy nem lesz új életed. A bűneidben veszel el. Ha neked mindennél fontosabb, hogy mit szól hozzám az Isten, és kész vagy félretenni mindig újra ennek az akadályait, mert mindig lesz neki akadálya. Minden reggel lesz akadálya, hogy Bibliát olvas. Minden vasárnap és egyéb alkalmakkor, hogy igét hallgass. Mindig. Ha kész vagy ezt félretenni, életet kapsz és virulni, gyümölcsözni fog az életed. Érteni fogod a múltat, látni a jelent, és a küldetésedet nem csak látod, hanem boldogan végzed a jelenben. Ez volt ezeknek a tanítványoknak a másik nagy jelentőségű lépés az útjukon, hogy nem csak beszélgettek maguk közt, hallgatták és végighallgatták Jézust. Mi a harmadik? Az, hogy nem érték be azzal, amit eddig hallottak tőle. Kevés volt. És amikor Jézus udvariasan el akart búcsúzni lakásuk küszöbénél, nem engedték el. Formálisan nem. Azt olvassuk, hogy erővel kényszerítették, hogy jöjjön be hozzájuk. Azt mondták, hogy Uram, ez minket tovább is érdekel. Sőt, nem csak az, amit mondasz. Te magad. Az, hogy ők kérlelik, könyörögnek neki. Ez azt jelenti, hogy imádkozik az ember. Amikor elkezd imádkozni. Még nem ismerik Jézust. De már beszélgetnek vele. Már személyes kapcsolat alakul ki. Nekik még több kell. Nem csak a tanításából, belőle. Maguk sem tudják, mennyire bent járnak már azon az úton, amelyik aztán odatolkolik, hogy megnyílik a szemük, és fölismerik őt. De kérlelni kell. A negyedik, megnyílni azonban, akkor nyílik meg a szemük, amikor elismerik őt Úrnak maguk fölött. Jézus a kérésnek eleget tesz, bemegy hozzájuk, és itt egy pillanat alatt megtörténik a Jézusra olyannyira jellemző helycsere, hogy a vendég vendéglátóvá lesz, és a vendéglátók vendégekként ülnek az asztalnál. Jézus ül az asztalfőre, mint gazda, és ő oszt nekik. És ők ezt tudomásul veszik. És ekkor nyílik meg a szemük, és ismerik fel őt. Mert ahhoz, hogy valaki Jézust fölismerje, előbb mindig el kell ismernie őt, maga fölött Úrnak. Erre most, ha sok időnk lenne, megint példák sorozatát tudnám mondani. Hogy amikor Jézus beleszól egy ember életébe, ez most egy egész közeli példa, és megért világosan valamit, hogy azt neki meg kell tennie, de az oppant kényelmetlen és kellemetlen. Bűnt vallani, elrontott dolgokat helyrehozni, mindig kellemetlen. És húzza, halasztja, és vajúdik, és nem tud előbe jutni a lelki életében. És amikor végre azt mondja, hogy legyen Uram, ha te mondod, ha törik szakad, ha szégyenkeznem kell is, legyen. És életében először elismeri Jézust Úrnak, vagyis amit mondott, azt megteszi, engedelmeskedik neki. Percek alatt kinyílik a szeme, fölismeri őt, bizonyos lesz a bűnei bocsánatában, világos lesz neki, mi a Krisztustól kapott szolgálata, kapja hozzá az erőt, benne az örömöt, összeköltözött Jézussal. Létrejött az a bizonyos közösség, amiről szó volt. Előbb elismerte, aztán fölismerte. Enélkül nem megy.
Nem érdemes húzni, halasztani, testvérek. Mindig kellemetlen az első néhány lépés. Meg a bűneinkkel kapcsolatos minden lépés kellemetlen. De aki kész neki engedni, aki tudomásul veszi, hogy ő ül az asztalfőn, aki nem vitatkozik, nem magyaráz, nem mondja, hogy talán inkább odébb parancsolj helyet, mert az az enyém. Megszoktam, hogy itt én osztok, kenyeret is, meg parancsot is. Aki ezt nem mondja, hanem azt mondja, hogy elfogadlak téged, Úrnak. Ha ez a parancs, ezt teszem. Te vagy az Úr, én a szolga. Még nem ismerik, de engedelmesek. Ezek után felismerik. És megkapják tőle mindazt az ajándékot, amit aztán vittek másoknak is. Én hiszem, hogy Jézus Krisztus most is itt van közöttünk. Hiszem azt, hogy az ő igéje sokunk szívéhez úgy érkezik, mint amit ő maga mond. Azt kérdezi ezen az igén keresztül, hogy nem lenne itt az ideje, hogy végre te is elismerd őt Úrnak. És amit eddig megértettél, csak azt, kezd el most mindjárt cselekedni. És közben majd megnyílik a szemed, és felismered őt. Vagy túl egyszerű ez? Valaki a múltkor ez ellen tiltakozott, hogy túl egyszerű. Ha egy kicsit nagyobb szükség lenne, ebben élj rám, mondotta ő. Ha én is tehetnék valamit. De hát ennyire egyszerű, hogy beszélgetünk róla, hallgatjuk az ő igéjét, elkezdünk úgy a magunk módján imádkozni hozzá, aztán elismerjük őt, vagyis engedelmeskedni kezdünk, és egyszer csak megnyílik a szemünk. Az ige azt mondja, hogy ilyen egyszerű. Mert mindent ő tett meg ennek érdekében. És ha ilyen egyszerű, akkor miért vonakodunk? Az ajándék csak az élet, aki elfogadja. És hogyha felismertük őt, akkor aztán soha többé le ne vegyük a szemünket róla. Akkor van kit követni, és azt ígéri, hogy aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. Legyen ez most a mi közös imádságunk is, és így kérjük őt ezzel a jól ismert énekkel. Vezess, Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged, fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Urunk, az egész életünk azt kiáltja, hogy rád van szükségünk. Nélküled nem tudunk sem örülni, sem bánkódni. Nélküled nem tudunk élni, és nem tudunk meghalni. Olyan nehezen tudjuk elviselni önmagunkat, és kibírni egymást. És nem bírjuk a terheinket, nemhogy még másokét is magunkkal vennénk. Nélküled ki vagyunk szolgáltatva sok kétségbejtő, fenyegető rémnek. Nélküled legfőjebb a láthatókra nézünk, azokból is alig látunk valamit. Könyörülj rajtunk. Kérünk téged mi is, mint az emmausiak, hogy maradj velünk. Nem akarunk továbbra is nélküled asztalhoz ülni, nélküled tovább menni, nélküled tanácskozni, és mégis tanácstalanul maradni. Könyörülj rajtunk. Magyarázd nekünk az írásokat. A te szent lelked győzzön meg minket a te igazságodról. Hogy megnyíljon a szemünk és felismerjünk téged. Kérünk, tedd most világossá mindannyiunk számára, hogy miben kell most Úrnak elismernünk. Hagy erőt az engedelmességhez. Köszönjük, hogy azért léphetünk, mert te már előbb közel léptél hozzánk. Köszönjük, hogy te segítesz megtenni az első lépést, és azután te kísérsz végig az úton. Könyörülj rajtunk, és így légy a mi hűséges társunk egész életünkben, és segíts oda megérkezni, ahol te vagy. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.